Nyílt levélben kéri Kásler Miklóstól Gémesi György, hogy a kormány vizsgálja felül az oltási tervet annak érdekében, hogy a bölcsődei, óvodai dolgozók és a pedagógusok azonnal megkapják a védettségüket biztosító vakcinát. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét kérdezzük. És ezt a nyílt levelet ugye egy tragédia előzte meg, mert hogy bejárta a magyar sajtót az a hír, hogy Széchenyben 37 éves korában meghalt egy bölcsődei kisgyereknevelő, aki az otthonában lett rosszul. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azért ugye tudjuk, hogy a tanár, pedagógus szakszervezetek, tanárokat érintő kérdésére mit válaszolt Kásler Miklós, hogy megkapják a tanárok is, ahogy mindenki más, a korosztály meg a betegség szerint nem valószínű, hogy akkor a bölcsődei óvodai dolgozókat előrébb veszik, nem? Hát azt, hogy mi lesz az eredmény ennek a levélnek, azt nem tudom, minden esetben nekem kötelességem volt jelezni, Gödöllő polgármestereként is, mert írtam a járási hivatal vezetőnek, konzultáltam is vele, ő azt mondta, továbbítja a Gödöllőre vonatkozó levelet, másrészt pedig, mint Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke is azt gondolom, hogy nincs más ilyenkor tenni, mint a legmagasabb szintre ezt fordulni, hogy legyen szíves érzékelje a problémát, ami a terepen ott van. Én voltam tegnap a gödöllői bölcsődébe, beszélgettem a gondozókkal, nyilván betartva minden szabályt, és hát félnek, egész egyszerűen félnek. Viszik a gyerekeket hozzájuk? Hát 70%-os a feltöltöttség. A bölcsődék nem zártak be. Igen. Most 70%-os. De ugye kérték a szülőket arról, csak végszükséges. Nyilván, de amint látszik, a 70% azért egy elég kemény. Más a helyzet az óvodáknál. Bár ott is azért, ott vannak az ügyeletes óvodák, ahol az óvonők ugyanebben a helyzetben vannak. Ott azért 10-15%-os feltöltöttségek vannak. Tehát meg vannak óvodák, akik bezártak, hiszen átcsoportosították a gyerekeket. Tehát egy kisebb számról van szó. De azt gondolom, hogy elengedhetetlen jelezni azt, hogy ez itt nagy baj van. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, tényleg félnek, utána hazamennek a családjukhoz, és hát bármi történhet. Többen átestek már a Covid-on egyébként, tehát kisebb a létszám nyilván, de azért hallottam tegnap történeteket élőben, tehát mi polgármesterek vagyunk, ott lent a terepen. Mi találkozunk az emberekkel. Ezt nem lehet számokkal, műhelyekben, papírokon kiszámolni, hogy akkor ez kapja, az kapja. Nyilván van annak is egy bizonyos filozófiája és rendje, de a mindennapi élet más. És ott lent a terepen, ha kérjük azt, hogy valakik ott legyenek szolgálatba, akkor azt gondolom, hogy nekünk ezeket a feltételeket biztosítják. Mondok még valamit. A Magyar Önkormányzatok Szövetség konzultált a oltási programról annak idején György István államtitkár úrral. Te mondták, hogy 5000 oltópont a háziorvosi körzetekben. Föl is ajánlottuk a segítséget, mi ott Gödöllőn is egyébként minden háziorvosi oltóközpontban biztosítunk olyan embert, aki az adminisztrációt nem szakmai, hanem az adminisztrációt segíti, hiszen 50 oltás, 200 telefon. Kértük, hogy őket is oltsák be, hát ott vannak a frontvonalban, a orvosok mellett. Semmi választ nem kaptunk, és esély nincs arra, hogy mondjuk egy könyvtárost, akit behoztunk mondjuk oda egyik háziorvos mellé, az legalább védettséget kap. De mennyire akceptálható az, hogy azt mondják a kormány részéről, hogy most a legveszélyesebb helyzetben lévő időseket kell oltani, és mivel kevés a vakcina, rájuk koncentrálunk? Most lehet, hogy nagyon-nagyon durva leszek, és meg fognak ezért kövezni. De én azt gondolom, hogy akár a rokonságomon belül is, 2-3 hónapot az idősek, akik most úgy egyébként is otthon vannak, nem mennek az utcára, tudnak várni szerintem azok, akik ott vannak a frontvonalon, dolgoznak, akiktől várjuk a teljesítményt, azokat kell olyan helyzetbe hozni, hogy ezt a teljesítményt meg is tudják nyújtani, és emellett még nyilván az emberi élet védelme is fontos. Tehát lehetett volna egy jó kommunikációval, jó szervezéssel. Megkaptuk a feladatot tavaly tavasszal 70 éveseknek, amennyiben otthon van, vigyük a kosztot. Igen. És ezt megszervezték. Megszervezték az önkormányzatok, ugye, otthon maradt. Ugye arról kevesebbet beszélünk, hogyha most mondjuk változna a kormányzati álláspont, és azt mondják, hogy oké, jövő héten beoltjuk a tanárokat, bölcsődében, óvodában dolgozókat, akkor mondjuk kb. Májussal lennének védettek. Mert ugye első oltás, 3 hét, nagyjából már májusnál tartunk, és az iskolákat szeretnék kinyitni. Én azt hallottam a nagyon komoly orvosi szakértőkre, akinek adok a véleményére, és azért naponta nyilatkoznak ebben a tévében is, hogy már az első oltás is ad egy olyan helyzetet és olyan szituációt, ami könnyebbé teszi a fertőzéset, a betegség lefolyását. Tehát azt gondolom, már az is egy lehetőség.
nem akarom a magam példáját mondani, végigmentem ezen. Pontosan tudom azt, hogy mit jelent. Nagyon kemény helyzetek alakulhatnak ki, van, aki könnyebben veszi a szervezete, van, aki nem. Tehát egy oltás másokat segíthet. Nem akarok én abba belemenni, hogy milyen oltóanyag, ilyen oltó, olyan oltóanyag, de egy oltás is ebben a helyzetben. Nagyon kevés időnk van, de röviden kérem válaszoljon azt, hogy most a házi orvosokat is berendelhetik a megyei kórházba, és a szakrendelők is most már onnan irányíthatóak. A szakrendelői ellátásban, a házi orvosi ellátásban okozhatnak-e problémát, hogyha valaki nem Covid-dal keresné a házi orvosát, hanem bármi más problémát? Egyrészt megint nem egyeztetett senki. Nem kérdezett meg minket, akik ott vagyunk a terepen. Én ma a gödöli házi orvosokkal találkoztam, beszéltem velük. Délelőtt, délután műszakban vannak. Délelőtt rendelnek, délután oltanak. Másik nap meg pont fordítva. Gondolja végig, hogy 5000 oltópont van a házi orvosi körzetekben. Ha ezeket az embereket kiveszik innen, akkor ki fog oltani? És ott van a rendelőintézet, tehát vannak azért betegek, akik mindentől függetlenül mennek a saját betegségükkel, laborba, orvoshoz, stb. Ha kiveszük az orvosokat ebből a rendszerből, akkor ki fogja ezt a munkát elvégezni, és azokkal a betegekkel mi lesz? Ezt át kellett volna gondolni, meg kellett volna beszélni. Most kapkodás van, nyilván nekünk a dolgunk, önkormányzatnak, hogy segítsünk, amiben csak tudunk, és együtt is működünk. De jó lenne, ha konzultálnának olyannal, akik ott vannak a terepen, értenek is esetleg hozzá, és esetleg talán olyan megoldásokat lehet találni. Hát igen, csak ha nincs ember, azt nem lehet megoldani. Nincs ember, én ma jelentkeztem a Kistarcsai kórház igazgatójánál, szívesen bemegyek segíteni napont egy héten, egy napot akár beteget ápolni. És önt fogadták? Vagy az igazgató úr azt mondta, hogy meg fogja nézni, hogy hol fog tudni helyet találni. Egyelőre nem tudok, a hivatalos regisztrációnál nem tudtam, mert ott életkorhoz van kötve, de én nagyon szívesen segítek, és nagyon sokan vannak így, mivel hogy eltöltöttem 10 évet kórházban, valamit azért értek hozzá. Meg tudok a fertőzésen segíteni. Is átesett. Így van, úgyhogy tudok segíteni. Nagyon remélem, hogy igénybe veszik a munkámat, mert örömmel, jó szívvel és tisztességgel szeretném segíteni ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet, tudják most Jakubcsák Gabi, aki elmondja a témáit. Szia, hallgatunk! Jó estét kívánok neked és a nézőknek is. Először az illegális teljesítményfokozók világába ugrasztom önöket, méghozzá olyan testépítők beszámolóival, akik beláttak a sötét oldal kulisszái mögé is. Persze itt lesz a mi erős emberünk, Fekete Laci is, aki viszont a szteroidok helyett inkább néhány tisztességes méretű csirkecombra esküszik. Aztán jöhetnek az ikrek, rögtön két pár is. Az egyikük például a mai napig ugyanabban a ruhában jár, mint egy petélyű testvére. De itt lesz az énekesnő Bébi Gabi is, akinek fiú ikrei állítólag olvasnak egymás gondolataiban. Szóval most még ne induljanak a hálószoba felé, mert mindjárt jön a kondi, és csak utána a szundi. Szóval semmiképp ne induljanak a háló felé, vagy ha van ott tévé, akkor kapcsolják be és nézzék az ATV-t. Holnap Szőlősi Györgyi várja itt újra önöket. Vigyázzanak magukra, szép estét!